összevetéssel. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntjük Önöket Kiskunhalason, a Határőrség Lovasiskolájának pályájáról. A 33. nemzetközi CSC kiugrató lovasverseny Kiskunhalasváros nagydíjáért utolsó versenyszámán. Kovács Iván köszönti Önöket, segítő társam pedig Tuska Pál, a Magyar Lovasszövetség alelnöke és a Határőr Dózsa Sportegyesület elnöke. Előjárójában a nagydíjról 22 versenyző nevezett a nagydíjra, és már is az első versenyzőt láthatjuk, Szent Irmai Ferencet, Gralschritter 4-jel a pályán, és következik tehát a Kiskunhalasváros nagydíjának első versenyszáma. Már el is indult a lovas. És akkor Tuska Pál bővebben Szent Irmai Ferencről és a lováról mit kell tudnunk, és egyáltalán a pályáról még mielőtt a lovasra rátérünk. Milyen ez a pálya? Ez a pálya a nehéz pályák közé tartozik. Nagyon okosan felépített, szisztematikusan bevezetett első két akadály után egy nehéz kettes ugrás következett, ami látjuk a lovat, ütött is az elsőbe. És öt vágtaugrásra egy széles okszer, ami 1.40-1.45 magasan van, és szélessége is van. A lovasról tudni kell, hogy az egyik legtehetségesebb utánpótláskorú lovasunk Magyarországon. Jelenleg Komáromban van az istálója. A komáromi erődbe edz. A lova egy német származású ló, és igen tehetséges ló. A versenyszám egyébként kétszeri összevetéssel történik majd, ez ugye azt jelenti, hogy ha hibátlan pályát mennek a versenyzők, akkor összevetés, majd újabb összevetés, illetve hogyha négy hibapontjuk van a versenyzőknek, akkor a négy hibapontosok vetnek össze. Igen, az azonos hibaponttal végzettek, de reméljük, hogy jó verset fogunk látni, és ezen a nehéz pályán is lesznek hibátlan lovasaink. Most jön a hármasugrásra, ennek az elejét nem sikerült leküzdeni, de a többi jó. Majd egy tört vonallal, megint egy széles okszer, ami megint gyönyörűen sikerült. Jön egy S-betű alakú fordulat a pályán, egy meredek ugrásra. Igen, és innen pedig a vizes árok, ami vízválaszol szokott mindig lenni a lovasoknál. Nem a legkönnyebb akadályok közé tartozik. Mi a nehézsége a vizes akadálynak? Másképp kell meglovagolni lendületből, mert itt a szélességet mérik, nem szabad belelépni a vízbe, illetve a gyurmába, ami a... Igen, és akkor a 13. akadályon is túl van, két verőhibával végzett. Ez ugye 8 hibapont, hogyha természetesen azonnal hallani fogjuk a hivatalos eredményt, amit a versenybíróság állapít meg. Egyébként a pályáról el kell mondjuk, hogy 650 Szent Irmai Ferenc Grászviterrel 10 hibapont, 105,47 század másodperc. A pályán, igen, ez annyit jelent, hogy a két verőhibap mellé két hibapont időt túlépést is kapott. Aki volt főiskolás magyar bajnok is, Hengel András logika nyelvében, amely egy 11 éves orosháza hullám, 22 apaságú szürkeherél. És mielőtt Hengel András elkezdi a pályát, tehát 650 méter hosszú a pálya hosszúsága, az alapidő 98 másodperc, tehát ennyi idő alatt kell teljesíteni, és van egy időhatára 196 másodperc. Ez tehát az alappályának a főbb adatai, 1,50 magasak, 1 méter 50 cm magasak az akadályok általában, és 400 méter per perc a tempó. Pályán lévő lovasról tudni kell, hogy Mohácsról érkezett, ő is az utánpótlás versenyzők, tehetséges utánpótlás versenyzők közé tartozik. Hát itt a vonalban ő is hibázott már kettőt sajnos. Lova egy orosházi tenyésztésű, a neve után is ítélve orosháza hullám apaságú szürke herélt. Nagyon gyönyörűen csinálta a széles akadályt. Itt a háromnapos verseny során egyébként a versenyzők egyöntetű véleménye szerint és a versenybíróság véleménye is szerint egy rendkívül színvonalas és igényes nagypályát sikerült összehozni, és mindenki azt mondja, hogy a nagydíjhoz illően a legnehezebb a három nap pályáit összehasonlítva. Mi a nehézsége? Ennek a pályának a nehézsége azon felül, hogy a magassága szinte a maximum van, tehát 150-esek az akadályok magasságai, de a szélességei is megvannak. Ráadásul
egy hármas ugrás, egy kettes ugrás vizesárokkal tarkítva, illetve a tört vonalakkal, amin most éppen a lovas túl került, és most jön az S betű alakú meredek le, illetve a meredek vonalra, majd onnan a vizesárok következik. Lehet-e a pálya vonalán vágni, mert például megkerülje most a hármas akadályt, illetve azt a piros-fehér triplibárt a versenyző, és van, aki nem kerüli meg. Igen, elvileg itt tudnak az idővel játszani a lovasok és a távolsággal, mert ugyanis az az alapidő, ami meg van állapítva, az erre a pályára, ez a 400 méter per perc elég gyors. Na most ezen úgy tudnak változtatni, hogyha a fordulókat időnként lerövidítik, és így lopnak a távolságból. Elég sok akadályt levert Hengl András logikával 27 kubapon. A pályára érkezett a nagy díj harmadik indulója, aki 1998-ban. És időt nem hallottunk. Második helyezett itt a nagy díjban, Hermina nyerjében. Panka Kornél Teodor, a BNH lovasztó versenyzője, most Kokó Emmet lovagolja. Felkészül Brunner Gábor, majd Sós Attila. A pályán lévő lovasról tudni kell, hogy sok-sok nagy versenyen van már túl. Ez egy fiatal, szintén Németországból behozott ló. Most kapta meg a csengőt a kezdésre. Panka Kornél Teodor egyébként magyar versenyző, magyar színekben a Lassi Lovas Klub, illetve a BNH Lovas Klub versenyzője, de nyilván nem magyar származású. Nem, ő Romániából érkezett, de évek óta már Magyarországon versenyez. Most jelenleg ennél a Szegedi Klubnál lovagol. Az első két akadályt nagyon szépen jó sikerült, igen. Hát érdemes számolni a vágtugrásokat, hogy jönnek a vonalba, gyönyörűen csinálta idáig, és ígéretes fiatal ló idáig hozta a formáját. Reméljük, hogy tartani tudja. Igen, következik a 150 magas kőfal. Nagyon szép. Érdekes, hogy a kőfal eddig különösebb gondot nem okozott a lovasoknak, a nem nehéz ugrásnak tekinthető? Nem a legnehezebb ugrások között van, itt inkább annyi van, hogy a ló bízzon a lovasába és meg tudja ugorni, mert nem túl széles, ugyan a magassága az megvan, 150-es magasságon, maximális magasságon van. Valami elszakadt a lovasnak, de ezzel együtt úgy tűnik, hogy nem zavarja. Most jön a hármas ugrás. Igen, a szerszám látszik, hogy valami lötyög ott. Igen. A ló oldalánál. De valóban szépen veszi az akadályokat. A martingál egyik szára szakadt el, és azt látjuk lifegni, de úgy tűnik, hogy nem zavarja, és nem lesz komolyabb probléma. És most jön egy nehéz meredek. És ezt is nagyon szépen. Igen, és most jön a vizesárok fordulója, illetve hát az utolsó két ugrás. Idáig úgy tűnik, hogy ő a legjobb. Nem túl tempós lovaglást mutatott, de viszont hibátlan. Igen, de dinamikusan és előrefele, tehát ez nagyon a jó pályák közé tartozik. Jól csinálta, igen. Panka Kornél Teodor tehát úgy tűnik, hogy hibátlan ment. Már csak az idő a kérdés. Hármas ugrás közepét ütötte. Egy verő hibával. Egy verő hibával. Panka Kornél Teodor és Kokó M. 5 hibapont, 99,69. Igen, egy másodperc időpont ütötés kapott. Egy hibapont az idő túlépésért, hiszen az alapján 98 másodperc. A pályán a nagydíj negyedik indulója, Szófia Bukarest nagydíjainak második helyezettje, a 2002. évi magyar bajnokság ezüstérmese, a Lajtahanság RT versenyzője, Brunner Gábor, Lucknow nyergében, amely egy 10 éves bőrnefogaságú fekete mén. Felkészül Sós Attila, majd Stöpelünk. Brunner Gábor azért egy nagy név, tegyük hozzá a magyar lovasportban. Igen, a felkonferálásból és itt a hangos bemondóból hallhatták a nézők, hogy milyen együttessel állunk szembe. Igaziból ugye a lovas nevét mindig a lovai fém jelzik, mert azok az eredmények hozzák őt pazma. Sokan az esélyesek közé sorolták, a nagy esélyesek közé. Igen, hát most úgy tűnik a ló jó formában van, mert tegnap volt versenyben az első helyen végzett a magasugratásban, 190 cm-es magasságon, amit hibátlanul ugrott meg. A lóról tudni kell, hogy tényleg az egyik legtehetségesebb fiatal magyar ló. Nagyon érdemes megnézni a dinamizmusát, ahogy elhagyja a földet, ahogy ugrorja a széleseket. Egy nagyon-nagyon impozáns együttesről beszélhetünk, könnyedén tudják a legnehezebb akadályokat is ugrani, mint ahogy idáig jön a vonalba, és nagyon jól jött ki. A
Érdekességként említem a nézőknek, hogy a ló 4 éves korában 4 hónapot edzőtáborozott Kiskunhalas Lovas iskolájába, amikor még fiatal volt, és mi akkor felfigyeltünk már erre, hogy ebből még jó ló is lehet, utána vásárolta meg a Lajtahansági Állami Gazdasága lovat. És eddig ugye hibátlanul megy, és nagyon szépen lovagolja Brunner Gábor Luknaort. A ló papájáról tudni kell, a Börgáf az egy híres vonal Európában. Nagyon jó apaméneket látjuk itt is, hogy kicsit messziről jött az elugrás, de mégis könnyedén ugrott a széles akadályt. Most jön a 3-as. Igen, és a 3. is megvan. Idáig nagyon-nagyon jó is hozzá. Közönség tapsát is kivívja Gruntner Gábor. Bizony nagyon szépen lovagol. Még 3 akadály van hátra. Meredek víz okszer. Hopp, és egy kicsit aláért. Itt szerencse volt, de egy jó lovasnak az is kell, mert megérdemelte idáig. És biztosan vette a vizes akadályt is, már csak egyetlen egy ugrás a hibátlan lovagláshoz. És ez is megvan. Igen, esélyes ez méltó. Na nézzük, hogy milyen időt ment. Gruntner Gábor, tehát Luknaorra egy hibátlan pályát lovagolt. Az első hibátlan lovaglást láthattuk Gruntner Gábor Luknaorral hibátlan alapidőn belül. A versenybíróság módosította az alapidőt, amely 103 másodperc. A nagy 5. indulója lovagolt a pályára, az Ervent lovas versenyzője. Hogy lehet, hogy módosítják az alapidőt verseny közben? Az első 3 ló eredménye után a versenybíróságnak joga van felül értékelni, mert úgy tűnt, hogy az mind a 3 lovas alapidő túlépést kapott, ezért új mérést kértek, illetve ehhez az új méréshez számolták ki az alapidőt, és így jött ki a 98 másodpercről a 103, tehát 5 másodpercet tettek hozzá, így az előző büntető pontokból és az előző lovasokból is ez levonásra kerül majd. És akkor pedig mi nagyon szorítunk most Sós Attiláért, aki szintén az esélyesek közé sorolt versenyző, ráadásul halasi kötődésű, határidózsa sportegyesület nevelte Sós Attilát, és most újra Kiskunhalason van néhány év kihagyás után. Itt egy ellenszegülést láttunk, elbizonytalanodott a távolságból a ló és a lovas is. Reméljük, hogy ez nem zavarja meg a további teljesítményét. Mondjuk tudni kell az együttesről, hogy nem régóta lovagolja ezt a lovat, de egy jó képességű ló, mint ahogy látjuk, a megingás után is a vonalat tudta teljesíteni hibátlanul. Kár volt érte. Mi történik ilyenkor, amikor a ló nem veszi az akadályt, meg ellenszegül? Ez két dologból adódhat össze, vagy a távolság probléma, vagy pedig nem akarja. Na most itt nem akarásról volt szó, hanem valóban a távolsággal volt. Valószínű az osztott távolságot a lovas rosszul ítélte meg, és korrigálni kellett neki, ami későn volt, vagy későn jött a segítség, és ezért kellett neki kifordítani a 2-es előtt. A kőfalat megmozdította a lova lábával Sós Attila, de nem esett le, akkor az nem hiba. Nem hiba, igen, az szerencse közé írható, de ilyen egy jó lovasnak, különösen Attilának kell. Jön a 3-as, itt reméljük, hogy nem lesz. Igen, nagyon jó idáig. Gyönyörűen csinálta. Igen. Nagyon szépen ment Attilának. Nagyon kár azért az ellenszegülésért. Azért hány hiba? 3 hiba pont jár? 4 hiba pont jár érte. Ez az idei szabályváltozások egyike, hogy mert ez még az egész tavalyig 3 hiba pont volt, de az idén már ezért is 4 hiba pontot adnak. Éppen a közönség egyszerűbb számolása véget, tehát hogy jobban tudják követni a versenyt. Igen, hozta a formáját, sajnos a megállás meg az ütés, meg gondolom idő is lesz egy kevés, de majd mindjárt bemondja a hangos bemondó. Sós Attila Viktorral 11 hiba pont, 111,56 század másodperc alatt. Akkor ezek szerint az időtúlépésért is kapott hiba pontot. Igen, valóban így volt, azért vártam ki az eredménye. Fényében Szentirmai Ferenc 9 hiba pont, Engel András 26 hiba pont, Panka Kornel Teodor 4 hiba pont, Gruntner Gábor hibátlan,
Sós Attila, 7. indulója lovagolt a pályára a budapesti lovasklub versenyzője, 1998-ban kétszeres nemzetek díja győztes, Hevesi Barnabás és a Ramos Cet, amely egy 88-as születési Rebelcet apaságú. Pej, mém. Felkészül Kovács Kárló. Hát én azt gondolom, hogy Hevesi Barnabás hozzátartozik a nemzetközi díjugrató lovas versenyek történetéhez. Én nem nagyon emlékszem olyan versenyre, ahol nem állt rajthoz. Igen, hát Kiskunhalas az ugyanígy, hát őszinte, amióta emlékszünk, Kiskunhalason részt vesz gyerekkorról óta, pedig régóta csinálja művelni a sportot. Ezzel most, ezzel a lovával megint esélyesként száll nyeregbe. Hát reméljük, hogy a lóformája majd hozza a mi feltételezésünket. Mint ahogy a beharangozóban hallottuk, hogy sok-sok nagy eredmény tulajdonosa ez az együttes, illetve a lovas idáig várakozásunknak megfelelően lovagol. Most jön a kőfal, igen. Onnan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ő egyel több vágta, rövid csinált. Igen, igen, igen. Ő ezt a megoldást választotta a nagyok szerelőt, de jó megoldásnak tűnt. Hogy igen, most következik a legnehezebb. Sportban mindig az a jó megoldás, amelyik eredményes. Nincsen szentírás. Úgy tűnik, hogy nyugodtan magabiztosan lovagol. És megvan a legnehezebb akadályok egyike. Többek között Hevesi Barnabás is a 8-as akadályt jelölte meg a legnehezebb akadálynak odalent a pálya átvételnél. Na nézzük a 3-as, hogy megy is eddig remek. Mintha távolról ugrotta volna, igen, a harmadikat, de nagyon szépen vette. Igen, de nagyon rajta van a ló. Látni a lovon, hogy akar, hogy akarja a hibátlant, akarja a sikert. Most jön egy meredek. Igen. Szóval látni azt még tévéből, és a közönség láthatja élőben még jobban, hogy mikor élvezi a ló és a lovas azt, hogy az a dolog, amit művelnek, az sikeres. Ez is sikerült. De nagyon hosszú. Igen, hosszú ugrás. Ugrottak. Igen. És Hevesi Barnabás. És megvan a második hibátlanunk. Remek lovaglással, nulla hibaponttal, ha csak túl nem lépte az időt, de mindjárt meghalljuk azt is. Hevesi Barnabás a Ramos Cettel 103,16 századmásodperc, egy hiba pont az idő túllépése. Egy hiba pont. Egy hiba pont. Egy hiba pont. 16 század másodperc. Hát ez pech. Ez egy félvágta ugrás sem a pályán, ez egy olyan minimális ez az idő, úgyhogy ez méreg. És közben Kovács Kárló Pennyvel megkapta az indulást jelző csengő hangot. A lovasról tudnunk kell, hogy az ifjúsági válogatottnak az egyik legtehetségesebb tagja. Két ifjúsági Európa-bajnokságon van már túl, és mind a kétszer döntőbe jutott ezzel a lóval. A tavalyi év ifjúsági magyar bajnokát látjuk. Sajnos az első ugrás nem sikerült, pedig az egy pálya legkönnyebb ugrása, de ilyen van a lovasportban. Azt szokták mondani, hogy az első és az utolsó akadály is hozzátartozik a pályához. Általában a lovasok előszeretettel szokták ezt a két akadályt véteni. Most jön a kőfal. Igen. Úgy tűnik, hogy gyönyörűen és jó formában kezdett versenyezni most már a ló és a lovas is. Érdekes, hogy az első akadályt üti le, ami a felvezető akadály a legkönnyebb, mint egy bemelegítő ugrás a lónak. Igen, igen, és ezért lesz majd méreg, és ő is majd mérges lesz önmagára, hogy mi okozhatta azt az első, mert idáig tényleg gyönyörűen csinálni. És ez is megvan. A 10-es akadályon túl már csak 3-at kell leküzdenie Kovács Kárlónak Penny nyergében. A meredek is megvolt. Érdekes, hogy a tripli bárt mindenki azt a piros-fehér akadályt megkerüli. Én hallottam már olyan lovast, aki lent azt mondta, hogy nem fogja megkerülni, ezzel időt tud nyerni. Hát majd meglátjuk, hogy igaza lesz-e. Nem árulom el, hogy ki volt az a lovas, majd amikor már célba ért.
és Kovács Kárló befejezte a pályát. Halljuk, mit ért el. Kovács Kárló Pennyvel 4 hibabont, 96,21%. Nagyi 12. indulója a pályán, Fodor Gábor, kétszeres nemzetek díja győztes, a kaposvári mesterek tornája, nagy díjának harmadik helyezettje, mezőegyesi ménesbirtok versenyzője, Multivet Marokkót lovagolja, amely egy 9 éves Kemel 36 apaságú szürkemén. Felkészül Marian Stangl. Hát azt hiszem, hogy a kiskunhalasi nézők itt a helyszínen is a képernyők előtt is most duplán és kétszeresen szorítanak Fodor Gábornak, hiszen ő is saját nevelésű Határőr Dózsa versenyző volt, mint utánpótlás lovas ott ismerkedett meg a sportággal, és tényleg egy nagyon nagy ívű pályát nyújtott, mutatott eddig, és nagy jövő áll előtte. Igen, hát ő még a nagy múltja ellenére is a fiatal lovasok közé tartozik, és azért szorítok neki, hogy minden összejöjjön. A mostani lova, amit lovagol, egy Kemál 36 apaságú szürke mén. Ő is csak 9 éves, Gábor ő tartja most a legtehetségesebb lovának. A Kemál 36-át az édesapa, az kim volt a 92-es barcelonai olimpián, tehát azért jó ösökkel rendelkezik. De ehhez kell a Gábor, mint ahogy láttuk is, ügyessége és lovas tudása, igen, hogy ura legyen a lónak, mert nem egy könnyű lovaglású lóról van szó, abár az ugró képessége megvan, mint ahogy látjuk idáig. Na most jön a pálya a legnehezebb szakasza, ha ezen túl lesz, akkor tovább szorítunk természetesen, de most két ugrást figyeljünk, azt mondja, jön az okszer. Ez a 8-as ugrás, megvan, ami kritikus, megvan, igen, és jön a 3-as. És ez is sikerült. Nagyon jó. Egy tört ív. Ez gyönyörű eddig a pálya. Fodor Gábor mondta, hogy ő nem fogja megkerülni a tripli bárt, hanem szűkebben veszi azt a fordulót. Betartja-e? Nem másképp döntött. Onnan lentről máshogy látszott, mint föntről. Igen. Szóval az a jó lovas, amelyik nem ragaszkodik az alapbeállításhoz, amikor ezt eldönti, hanem a gyönyörű volt, Fodor Gábor, hibátlan. Tehát adott szituációban jól tud dönteni, és tud változtatni. Újabb hibátlan lovaglás, Fodor Gábor, Multimed Marokkóval. Egy másik rudat, és föl fogják rakni. Hát ez a királymezőnek már nagyon sokat tapsoltunk, és ahogy hallottuk is, Varó József kedvenc lova. Nem fiatal lóról van szó, de nagyon tapasztalt lóról, és sok-sok nagy siker Kovácsáról, ha szabad ezt a kifejezést mondani. Igen, hát királymező 85-ös születésű, tehát könnyen kiszámolhatjuk, hogy 18 éves. 18 éves, az a ló esetében már nem egy fiatalkor. Igen, de ez lenne a klasszikus, hogy minden lovankat egyik tudnánk használni. Tehát ez, ennek kéne általánosnak lenni. 10 és 15 év között a legtapasztaltabb a ló is. Ekkor kéne kinyaknázni belőle azt a tehetséget, azt a munkát, amit addig belerakunk, belelovagolunk. Na most királymezőnek szerencséje volt, mert amikor a lovasiskola lovai árverezésre kerültek, akkor 100 Attilához került, így nem tört meg a... Viszonylag jó áron tudták megvenni, vagy nagyon-nagyon alacsony áron, hogy... Igen, mert akkor az egészségi állapota egy kicsit labilis volt, és ehhez kellett a jó szem és a bizalom, amit úgy látszik Szánc Attilától megkapott, hogy rendbe tudta hozni, és bízott benne, hogy ő még versenylóvá válhat. Én az előző gondolatot folytatva azt mondom, hogy nem szakadt meg királymező pályafutása, és ezt Attilának köszönheti. Mert Varó József elért, amit elérhetett lovassal. És jó jön a vonalba, kicsit elejtette az elejét, lógott egy picit, sajnos már nem lesz hibátlan. Lehet ismételem önmagamat, vagy a hangos bemondót, de ugye 97-ben ezzel a lóval nyerte a nagy díjat Varó József, de a 95-ben a katonai világbajnokságon Rómában is az ő nyergében lett első. Igen, így van, 95-ben aranyérmet nyertek együtt, de előtte nyertek Volvo kupát, készültek a világkupára, mondjuk ott is sérülés miatt nem utaztak ki. Tehát nagyon-nagyon sok nagy eredmény van Varó József és királymező mögött.
hoppata, tehát összetettben volt, úgy látszik, hogy problémája Málónak. Kettes behibázott és a hármas közepén. Érdekes lenne most meghallgatni Varó József véleményét. Biztos, hogy ott van a lelátón és nézi Királymezőt, hogy vajon ő mit mondana erről a lovagásról, de hát nézzük most már a befejezést. Két verőhibával fejezte be. Meghallgatjuk a hivatalosat. Száz Attila és Királymező, 8 hibapont, 96,52 század másodperc. A nagydíj kétszeri összevetéssel lett kiírva. A Kiskunhalasi Önkormányzat örökös vándordíjáért 6 hibátlan lovasunk van, akik megkezdik majd az első összevetést. Grunner Gábor, Laknahorral. Kövi András, Jobb szívvel. Sándor Balázs, Anna Bellel. Fodor Gábor, Multimed Marokkóval. Marian Stangel, Boris Dumelnirrel. És Hargitai János, Delmárral. Rövidesen elkészült tehát az első összevetés pályája, és akkor folytatjuk a Kiskunhalasi nagydíjat. Itt a 33. Kiskunhalasi CSI nemzetközi díjugrató verseny. Hát Fodor Gábor fejében most nem tudom, mi Fodor járhat. Fodor Gábor következik a megyegyesi ménesbirtok színeiben, a Multimed Marokkóval. Felkészül Marian Stangl. De elvileg könnyen végezhet dobogós helyen, hogyha nem az idővel foglalkozik, hanem a hibátlanra megy, de hát gondolom, hogy azért ő az a versenyző, aki nyerni szeretne. Igen, ilyenkor el kell tudni a lovasoknak dönteni, hogy kockáztatok, vagy egy biztos hibátlanra megyek, mert lehet, hogy a biztos hibátlan eredményesebb lesz. Most nézzük, hogy Fodor Gábor hogy döntött. Én azt hiszem, hogy bölcsen fog dönteni. Első nagyon jó volt. Egy kicsit nagyobb iramba lovagolt, de nem meggondolatlanul, idáig legalábbis nekem úgy tűnik. Jön az oxer, és ez is jónak tűnik, meg is nincs meg, nem ért át az oxeron sajnos. És akkor most már időre kell neki menni, ugye? Mert hogyha esetleg mindenki veri, akkor az idővel még akár... Akkor odaérhet, igen. Igen, ilyenkor kell improvizálni a lovasnak, és ezt a rövid fordulót meg is csinálta. Meg... De kár azért a verésért. Tehát neki most Grunner Gábortól jobb időt kell menni ahhoz, hogy odaérjen az élre. Idáig úgy tűnik, hogy erre törekszik. Tripli bár megvan, na még az utolsó, ha megvan. 45-71-nél kell neki jobbat teljesíteni. Meg is csinálta. Nézzük Fodor Gábor, most már csak az időt kell figyelnünk. Fodor Gábor Multimed Marokkóval 4 hibapont, 49,44 század. Hát igen, ez 3-4 másodperccel hosszabb, mint Grunner Gáborért, tehát eddig második a versenyben Fodor Gábor. És most a külföldi versenyző a pályán. Na nézzük, hogy mit csinál a szlovák sportoló Stangl Marian Borisszal. Ugye, hogy így szaporodnak az eredmények, gondolom a gondolatok is egyre kuszábbak a lovasok fejében, hogy most mi lenne a jó. Hogy kéne dönteni? Na most, hogyha az előző két pályát nézem, akkor nekem az az érzésem, hogy egy biztos hibátlanra fog menni a szlovák versenyző. Ez diktálja az észszerűség. Egy kicsit nagyobb iramot lovagol, mint a két alappályán, de biztos idáig a ló. Lehet, hogy igazam lesz, hogy hibátlanra megy. Igen, megvan a kettes ugrása is. Megvan, de szűket fordul, tehát próbál időre is, de nem nagy iramba. Megvan a zöld okszere, még van három akadálya, a meredek, illetve a vonal. Megvan a meredek, jön a nagy triplibár. Megugrotta. És nem siet, mint az előző versenyzők, ugye, akik mind ütöttek. És őnek is sikerült az utolsó. Ránéz az órára. És most így gondolom, hogy...
Marian Spengel és Boris Dumelnier 4 hiba pont, 49,62 század másodperc. Four penalties in the second half. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Fodor Gábor úgy tűnik, hogy harmadik. Igen, és Gunnar Ábor vezet a első pályájával. A második összevetésének utolsó indulója lovagolta a pályára. A Technotext eset színeiben Hargitay János és Delmár. Most ilyenkor a lovasnak ugye csak egy hibátlant kell teljesíteni, és nyerhet. De mi van, ha leveri az utolsót? Na nézzük Hargitay János döntését. Hogy egészen pontos legyek, Fodor Gábor most még második a versenyben. Igen, nálad vannak fölírva így az van, idők. Így van, tehát még most még második, attól függ, hogy Hargitay János mit lovagol, ha hibátlant nyer. Hozzáért leesett. Tehát neki most nagyon kell időre menni. Igen, időre kell mennie. Hogy odaérjen az első helyre, tehát már biztos, hogy nem hibátlannal nyerik a nagy díjat. 45-től kell jobb időt mennie. Ezektől a szabályoktól tényleg rendkívül izgalmassá válik a verseny, de egyébként is el kell mondjuk, hogy a kiskunhalasi verseny nagy díja nagyon izgalmasan alakult, és azt hiszem, hogy jót szórakozott a közönség. Volt ott valaki bent volt a pályán? Igen, a pályaépítők rossz ütembe szaladtak el az akadály előtt, de nem zavarta meg, hála Istennek, a versenyzőt. Ez lehet óvás alapja? Hát elvileg lehet, de én azt hiszem, nem fog erre sor kerülni. Na most nézzük az órát, az időt, mert nem a hibátlan fog már dönteni, hanem a 4 hiba pont. Hargitay János Delmárral 4 hiba pont, 46,93. Második helyre volt elég Hargitay János. 2003-ban a kiskunhalasi nagy négy győztese, Grunner Gáborral, Ajta Hanság RT versenyzője, Laknaorral. Duska Pál, köszönöm szépen, hogy segített a szakkommentálásban. Kedves nézőink, önök is hallották, a nagydíj sorsa eldőlt. Grundner Gábor lett az első, az én jegyzeteim szerint Hargitay János lett a második, és Fodor Gábor a harmadik helyezett. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és tartsanak még velünk, mert hamarosan következik az eredményhirdetés a 33. CSI Nemzetközi Diugrató Lovasversenyen Kiskunhalasról. Kedves közönségünk, eredményhirdetésre kerül sor. Itt Kiskunhalason a 33. nemzetközi díjugrató versenyen. Méghozzá a nagy díj eredményhirdetésére, amely a Kiskunhalasi Önkormányzat örökös vándordíjáért lett kiírva. 2003-ban a nagy díj győztese Grunner Gábor Laknaor nevű lovával a második összevetésben 4 hiba pont, 45,71 század másodperc. Az első helyezettnek a díjat átadja dr. Várnai László, Kiskunhalasváros polgármestere, a rendezőbizottság elnöke. A lovasnak a nagy díj fából faragott másolatát dr. Várnai László adja át. Kedves közönségünk, önök a nagy díj győztesét, Grunner Gábort látják Laknaorral. A kiskunhalasi nagy díj második helyezettje Hargitay János lett a Technotext SE versenyzője Delmár nevű lovával. A második összevetésben 4 hiba pont,
46,93 század másodperc. A második helyezettnek, Hargitai Jánosnak a díjat átadja dr. Komáromi Szilárd, Kiskunhalasváros polgármestere, a szervezőbizottság elnöke. A kiskunhalasi nagydíj harmadik helyezettje Fodor Gábor lett a mezőhegyesi ménesbirtok versenyzője Multimed Marokkó nevű lovával. A második összevetésben 4 hibapont, 49,44 század másodperc. A harmadik helyezett Fodor Gábornak a díjat Romvári Frigyes úr, a közvendészeti és sportbizottság elnöke, a szervezőbizottság alelnöke nyújtja. A nagydíj hatodik helyezettje Kövi András lett, a Zselic Farm Kft. Versenyzője Jobsy nevű lovával, az első összevetésben 4 hibapont, 54,43 század másodperc. A lovasnak gratulál és a szalagot föltűzi Juhász Tibor úr, a versenybíróság tagja. Kedves közönségünk, önök a 2003-as Kiskunhalasi nagydíj, a Kiskunhalasi önkormányzat örökös vándordíjának győztesét és helyezett lovasait látják. Gratulálunk a győztesnek, gratulálunk a helyezett lovasoknak. A legeredményesebb belföldi lovasnak díjat ajánlott fel a Kiskunhalasi Határőrigazgatóság igazgatója. A díjat átadja Árvai Ferenc határőrezredes, a Kiskunhalasi Határőrigazgatóság igazgatója. A legeredményesebb belföldi lovas Hargitai János lett. A közönségszavazatok alapján közönségdíjat ajánlott fel a Csányi és Társa Biztosítási és Tanácsadó Kft. A díjat átadja Csányi Zoltán ügyvezető helyettes Hargitai Jánosnak, aki 31 szavazattal lett a közönség kedvence ezen a versenyen, a 33. Kiskunhalasi Nemzetközi Díjulató versenyen. Ugyancsak díjfelajánlás érkezett a legeredményesebb kiskunhalasi lovasnak, a Photoprint Kft. Pécs jóvoltából. Dózsa Károly versenyigazgató adja át a külön díjat a Kft. Megbízásából. A legeredményesebb kiskunhalasi lovas Füzér Gábor lett.
Fairplay díjat ajánlott fel a zsűri szavazatai alapján a Határőrség Országos Testnevelési és Sportbizottsága Kovács Kárlónak. A díjat átadja Csorba Sándor határőr ezredes, a Kiskunhalasi Határőrigazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese, a Kiskunhalasi Testnevelési és Sportbizottság elnöke. Kedves közönségünk, reméljük, hogy remekül szórakoztak itt Kiskunhalason, ahol 5 éves szünet után újra nemzetközi díjugrató versenyt láthattunk, méghozzá a 33-a. Én azzal búcsúzom, hogy jövőre ugyanitt találkozunk, és megkérem a bábolnai huszárokat, hogy vezessék ki majd a lovasokat, illetve a póni lovasokat is.